A vértes agórája már a fogalommá és szimbólummá vált. Ez a név egyet jelent a minőségi szórakozással, a közösségi élettel, a magas minőségi kultúra közvetítésével, a generációk találkozási pontjával, a szellemi műhelyek születésével és virágzásával, az élethosszig tartó tanulás lehetőségével. Nagyon színes őszünk lesz. A tavalyi elmaradt előadásainkat most fogjuk pótolni, illetve lesznek új előadásaink is. Lesz tracs újra, végre pótoljuk Ördög Nórával és Nánási Pállal az előadásunkat. A Silhouette fog fellépni október 10-én, balett előadást ad. Lesz koncertzsa koncertünk, továbbra is családi napok, illetve egyéb kisebb-nagyobb kulturális rendezvények, ilyen például a Húzat, ahol várjuk az irodalomkedvelőket, illetve művészetkedvelőket. Akkor novemberben szeretnénk újra családi nappal várni a kedves érdeklődőket, elsősorban a családokat, ez egy indiános családi nap lesz. A fiatalokat is szeretnénk megbozdítani egy angol nyelvű konferenciával, ez a Youthizen konferencia, illetve minden generációnak. Ami még egy újdonságunk, október 1-én a Zene Világnapján a téren egy Rákász Gergő koncerttel várunk mindenkit. A koronavírus járvány a közösségi életre is kihatott, de a szervezők azon dolgoztak, hogy minél színesebb programokkal várják majd az érdeklődőket az újraindítást követően. Mi dolgoztunk a háttérben nagyon keményen, nyilván nagyon sok pályázatunk van, amelyet a háttérben folyamatosan mozgósítottunk, illetve az elmaradt előadásokat próbáltuk valamilyen úton módon kezelni, megoldani. Volt, amit megpróbáltunk elindítani online felületen, ilyen például a média műhely, amely elindult a tavaszi időszakban, a téli időszakban is azt online kezdtük meg, illetve próbálkoztunk minden más egyéb apróságot így életben tartani, de mi keményen készültünk arra, hogy újra nyithassunk.